Sziasztok! Engem Orosz Ádámnak hívnak, és engemért ma a megtiszteltetés, hogy bevezethessem Tokhe Sunim beszédét, úgyhogy én leszek ma az előétel az Amus Bush, az amatos főétel előtt. Az életünk élet és halál nagy munkája, és ebben mindannyian nyakig benne vagyunk. Minden mellé még az ok és okozat törvénye is világos, és mindenkire Érvényes legyen az bármiféle ember, zen tanítvány még a zen mesterekre is. Nagyon régen volt egy mester, aki arra a kérdésre, hogy a megvilágosodott emberre érvényes-e az ok- és okozat törvénye, azt találta válaszolni, hogy nem. Ezért állítólag 500-szor kellett róka testben újra születnie, hogy megtanulja a helyes választ. Persze adódik az örkényes kérdés, hogy vajon addig egy rókának kellette 500 szor az emmesternek születnie, hogy legyen helye az emmesternek, de ezt most ne oldjuk meg, Ö, hanem még Hanvas Bélát is ide idézném, aki a karneválban írja, hogy a pácban mindannyian benne vagyunk. Ez ugyanezt jelenti. Na most ebben a helyzetben, ebben a nehéz helyzetben mi tulajdonképpen nagyon szerencsések vagyunk, hiszen itt van ez a hely, ahova eljöhetünk, gyakorolhatunk, és ezt különösen most úgy átéreztem két napja, amikor megérkeztem ide, mert közvetlenül munkából jöttem, és hát teljesen használhatatlan állapotba éreztem magam. A kezdők szelleme megvolt, az biztos, és úgy éreztem, hogy hát legfeljebb majd beülök ilyen biodíszletnek az első éneklésre, mert hát ebből meditáció nem lesz. Aztán nagyon érdekes volt az a tapasztalat, hogy azokhoz az elvonulásokhoz képest, amikor úgy jön az ember, hogy csak hétvégi elvonulás, és mindenki akkor kezd, itt már jó nagy energiával zajlott a gyakorlat, ez annyira magával ragadott, hogy tényleg egyszerűen remekül éreztem magam a meditációba, amennyiben ez cél egy meditációnál, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy itt ideálisak a körülmények, legalábbis optimálisak ahhoz, hogy igazán hozzájuthassunk azokhoz a tapasztalatokhoz, amik nekünk ebben a pácban, ebben az élet és halál nagy munkájában tényleg segítenek minket. Mert itt egyszerűen minden alánk van tolva, a környezet, az emberek, a közösség, és részt kell venni benne, és ez így sokkal egyszerűbb, mintha hogyha egyedül keresnénk az utat, vagy pedig mindenféle könyveket és filozófiákat olvasgatnánk, amik mind nagyon szépek, és még a buddhista könyvek is remek dolgokat tanulhatunk belőle, hogy mindenkinek buddha természete van, akkor Hanvas Bélából megtanulhatjuk, hogy mindenkiben mindig aktuális az alapállás, a státusz abszolútusz, és ide kell visszatérni, megtanulhatjuk máshonnan, hogy bennünk van a mennyek országa, és ilyenkor érezhetünk is egy ilyen bizonyos elégedettséget, hogy hát igen, igen, hát a természet, még nem tudom, de bennem van, és milyen jó. Most ezek a, ez a tudásanyag és az információ csak, hogyha megtanultuk és elolvastuk, az igazán nagy krízis helyzetekben általában tökéletesen haszontalan. Az első dolog, hogy ez megy a kukába, az ember utána ott áll a helyzettel szembe, hogy most akkor mi legyen. Tehát nagyon jó a tapasztalatig eljutni, erről a rétegről, hogy olvasunk, eljutni a tapasztalatig, csak azt viszonylag nehéz megszerezni. De egyébként ennek a tapasztalatnak a fontosságáról az egyik kedvenc történetem Kyongho zenmesterhez kötődik. Az ő felcseperedéséhez ő az ott a bal első koreai arcú fiatalember, vagy hát már inkább úriember, ember, aki egy nagyon nagy hatású, 19. századi koreai zenmester volt, fiatalon lett szerzetes, és nagyon jó fejű, okos gyerek volt, remekül elkezdte tizenévesen megtanulni a szutrákat, ezzel odáig jutott, hogy 20 éves korában már tanítványai lettek, és szutra mesterként ezt kezdték el tisztelni. Annyira jól megtanulta a buddha tanítását, és jól is tudta tanítani. Még nem egyszer csak látogatást tervezett Szöolba, a régi tanítójához, és hát egy falun kellett átsétálnia ehhez, ami teljesen kihalt volt. Hát furcsa volt ez neki, úgy, hogy egy idő után benyitott az egyik házba, ahol a különböző oszlási fázisban lévő hullákat talált, aztán átment más házakba, ott is ez történt, míg nem egy táblán meglátta, hogy az van kírva, hogy vigyázat, kolera, ha kedves az életed, menekülj. Óriási halálfélelem fogta el ettől a szörnyűséges állapottól, el is kezdett menekülni. Aztán rögtön jött a szégyen és az elképedés, hogy hát azért ez egy ciki egy szutra mesternek, aki mindent megtanult az élet és halál nagy kérdéseiről, az összes választ, és mégis ilyen profán, mondén módon megijed a haláltól, és rettegve fut el. Úgyhogy vissza is fordult, elment a, ö, vissza a tanítványaihoz, és összehívta őket, hogy hát figyeljetek, én úgy érzem, hogy nem tudlak titeket többé tanítani. Lehet, hogy sok más ember elhulálta volna ezt az egészet, hogy hát ez meg se történt volna, és tanított volna ugyanúgy tovább. Na ő nem, hanem azt mondta, hogy én most meditációba fogok, aki velem tart, maradjon itt, aki nem, van még rengeteg jó szutramester, mester, nagy tudású szutramester mester Kóreába, hát menjen oda el. Egyetlen egy tanítvány maradt vele, ő pedig szépen leült, és elkezdett meditálni, zen -meditációt végezni. Tehát ez nagyon jól mutatja, ez a történet, hogy még egy olyan embernél is, aki tényleg mindent, amit akkor el lehet érni, megtanulta a, a Buddha tanításából, és amikor szemtől szembe találkozik az elmúlással, a halállal, mégis megijed, és úgy érzi, hogy a válaszai, amiket ugyan tud, azok nem elegendők, mert nem tapasztalta meg, a buddha tudatát, csak a buddha tanítását. Hát ő meditációba kezdett, nagyon sokáig, nagyon extrém módon művelte ezt, nem nagyon aludt, ha éppen elálmosodott, akkor belevágott a lábába, hogy fölébredjen, és hát aztán egy mondat hatására világosodott meg, amikor hát az egyik ismerőse kérdezett a hogy léte felől, a tanítványát kérdezte, aki a városban volt, és hát mondta a tanítványa, hogy hát a nagy kionkó mester egy szent, egész nap ül, meditál, csak eszik néha, meg kicsit alszik, és hát mindig a meditációval foglalkozik. Erre mondta ez az ember, hogy hát akkor a mestered tehénként fog újjá születni. A tanítvány a hogy mondta ciát a nagymesterről tehénként? Erre mondja ez az ember, aki valószínűleg már kicsit felkészültebb volt így zenügyileg, ez nem jó válasz. A tanítvány, mit lehetett volna válaszolni? Hát például válaszolhattad volna azt, hogy ha a mesterem tehénként fog újjászületni, akkor olyan tehénként, akinek nincsenek órjukai. Tanítvány Jelképet, hát ez meg mit jelent? Mondja az ember, hogy menj, kérdezd meg a mesteredet. Hazamegy a tanítvány, bemegy, mester, mester, voltam a városba, és azt mondta valaki, hogy tehénként fogsz újjászületni. Igen. És, és, azt is mondta, hogy olyan tehénként, akinek nincs órjuka. Ezt meghallotta a mester, a tudata kinyílt, és megvilágosodott. Ennyi kellett még ez a lökés neki a sok meditáció után. Ez egy érdekes történet, és megmutatja azt, hogy fogalmak ismerete nem elég, de hogyha eljutunk a tiszta tudatig, eljutunk a látás képességei, hiszen ezt keressük, a vigyát, a látás, az éberség képességét, és ezt tapasztaljuk, hogy milyen, nem csak olvasunk róla, akkor képesek leszünk végső soron eljutni a, a bölcsesség irányába. Hiszen mi kell a bölcsességhez? Azt kell, hogy legyen egy tiszta tapasztalatunk, lássuk olyannak a dolgokat, meg lássuk magunkat, lássuk a körülöttünk lévőket olyannak, amilyenek. És ezáltal el tudunk jutni a tapasztalat elmélyítéséhez, és végső soron egyfajta bölcsességhez. Egyébként a Homo sapiens, ugye a bölcs ember, Ben a sapiens szó, annak az eredete onnan származik, hogy a sapiens azt jelenti, hogy az az ember sapiens bölcs, aki tudja, hogy mit lehet megenni, és mit nem lehet megenni. Ez ugye régen a törzsi társadalom korában különösen fontos volt. Ez végül is átfordítható a mi esetünkre is, tudatilag is, hozzáállásilag is, magunkat illetően is tudni kell, hogy mit szabad megennünk, és mit nem szabad megennünk ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha szerteszünk a látás, az éberség és a tiszta tudat képességére. Egyébként Herakleitosnak vannak nagyon jó mondatai, elég zenszerű mondatai, ugye egy preszokratikus filozófus. Az egyik ilyen, hogy az éberek világa egy és azonos, az álomvilága mindenkinek egyéni. Ez ugyanaz, amit Szungszám mester is gyakorta tanított, hogy ha gondolkodunk, akkor az én tudatom és a ti tudatotok különböző. Azonban, hogyha elvágjuk a gondolkodást és visszatérünk a gondolkodás elé ide, akkor a tudatunk letisztul, és a tudatunk azonos lesz. Elérjük az éberséget, látjuk a körülöttünk lévő dolgokat, és nem a saját gondolatvilágunkba, a saját karmánkban időzünk, és ezáltal nem válunk le, ha elérjük ezt az állapotot, nem válunk le az univerzális energiáról, a nagy energiáról, és ezáltal el tudunk jutni a tiszta tapasztalatig. Herakleitosnak van egy másik mondata, amelyet valahogy nagyjából úgy fordíthatnánk, hogy az ember sorsa a jelleme. Ez ugyanaz, amit az ember úgy mondunk, hogy ugye a karmát sokszor a jellemünk is ugye a karmának a része, az átláthatatlan karma az a sors. Az átlátott karma az pedig lehet az utunk. Hát nagyon jó párhuzam vonható itt a Zen és Herakleitos között, és hát a karma az ugye meghatározza a gondolkodásunkat. Tehát át kell látnunk a gondolkodásunkat, hogy ez milyen irányba visz minket, körbe-körbe visze, mint ahogy általában a szamszára kerekén, és akkor nem tudjuk eldönteni, hogy most elolvastam A könyvet, az azt mondta, hogy van butha, elolvastam a B könyvet, az azt mondta, hogy nincs butha, vagy nem butha, akkor ez most mit jelent? Ezen a szinten ezt nem lehet eldönteni. De hogyha tapasztaljuk a butha tudatát, akkor szellemileg felnőtté válunk, és nem fogunk függeni külső tényezőktől ahhoz, hogy megmondják, hogy most éppen hogy is kell élnünk. Ezért vannak ilyen kérdések a Kohan interjúkon, hogy mi a butha, mi a nem butha. Sőt, egyébként én javaslom ezt kiegészíteni azzal is, hogy mi az antibutha. Mert ugye, ha van Krisztus, van antikrisztus, akkor van butha és antibutha is. Tehát, hogy a butha, a nem butha és az antibutha azonos vagy különböző, ezt majd mindenki az interjún válaszolja meg, ha ezt fölteszik neki. Egy biztos, hogy mit kíván az antibutha akkor, amikor megtudja, hogy valaki megy ki elvonulni. Jó szórakozást kívánok! Hát bevallom férfiasan itt az elmúlt 50 percekben néha én is jól szórakoztam, nem kellett volna. Tehát ugye ez egy szörnyű szó, amit használunk általában a zenei koncerteknél, és jó szórakozást kívánunk. Hát ez az anti harca, ezt ne tegyük. El kell jutni a tapasztalatig, és nem szabad ezekkel a félrevezető válaszoknak utat hagynunk. És egyébként a tapasztalat és a darma az az utcán hever, ezt egy történettel tudom most alátámasztani még, ha ezt megengeditek, múlt szombaton történt, kimentem a piacra hajnali 10 órakor, még álmosan. Tudom, hogy ilyenkor a templomban már vacsorához készülődnek, de hát akkor éppen az öt emberi vágyból az ötödik, az aluszékonyság és az alvás iránti vágy az hát éppen eluralkodott rajtam és hát ezt nem kéne lehet hogy elmondom ezt a történetet, lerombolom az ázsiumat. Na mindegy, de az étel iránti vágy is fölé lett bennem, úgyhogy beálltam a kedvenc sajtos bácsimhoz, hogy házi sajtot vásároljak tőle, még mindig odaértem álmosan, láttam, hogy van egy új sajt. szarvasgombás sajt. Hú, mondom, hát az ingyentség, ezt megkóstolom. Meg is mondtam a bácsinak, hogy hát abból kérnék, abból a szarvasgombásból egy kicsit. Erre azt mondja a bácsi, hogy hát sajnos nem tud adni, mert a szarvát levágták. Kell-e így is? De hoppá, fölébredtem egy, hogy mi ez, Doc nem áll arcba, vagy tehát egy kóan interjún találtam magam, hogy ott rögtön egy ilyen kis darmacsörte kialakult a sajtos pultnál, két sártehén elkezdett birkózni, és az óceán mélyére verekedték magukat. Nem mondom, hogy nem mondom meg, hogy ki győzött, de aztán még folytatódott, mert mondtam, hogy jó, hát akkor egy kis darabot szeretnék belőle, rárakja az egész sajtos korongot a mérlegre, ez jó lesz. És akkor megint lehetett egy darmacsörtét lejátszani, tehát még a darma csörte megtanulása is hasznos, hiszen bármikor szembe találkozhatunk ilyen esetekkel. És hát utána azzal nem is akarom folytatni, hogy utána ugye a sajtot megettem, finom volt, új erőre kaptam, és aztán elkezdhettem üldözni a további három vágyat, a hatalmat, az ebből a következő pénzt és a sok nőt. De mindegy, az elvonulás ebben is segít. Ha megértjük azt, hogy milyen a szarvak nélküli gomba, és az orjukak nélküli tehén, akkor már kezdünk valamit érteni a lényegből, ami talán valahogy úgy fogalmazható meg, hogy mindig meg kell érteni a kettőt is, nem csak az egyet. És sosem szabad rajzolni a kígyónak lábakat, és mindig tudni kell, hogy ne üldözzük vaksi kutyaként az eldobott csontokat, hanem éles szemű oroszlánként vegyük azt észre, hogy mindig azt a talpunkat kell megvakarni, amelyik viszket, és nem azt, amelyik nem viszket. Ha nem így teszünk, akkor sajnos nem orjuk nélküli tehenek leszünk, hanem halott tehenek, amely halott teheneket se nem fogják defibrillálni, se nem fogják röntgennel diagnosztizálni, de még akupunktúrás kezelésen fognak nekik adni. Úgyhogy, ha mindezt túléljük, akkor szerencsésen megtapasztalhatjuk azt, hogy a padló barna, és milyen szépen ülünk itt a darma terembe és mindenkinek csillog a szeme, azt is észrevehetjük, hogy ezek után ezt a tapasztalatot magunknak és másoknak a segítségére kell használnunk minden érző lény javára, és igen, annak a bizonyos szomszédnak is a javára, meg annak a bizonyos munkatársnak is a javára, és a töhötömnek is a javára, aki rá, neki de biztos nem, rajta is, rajta is kell hát segítenünk, és azt is föl kell ismernünk, hogyha Dokhely Szuni már úgy néz, hogy nagyon szeretne a helyünkre ülni, úgyhogy akkor át kell neki adni a helyet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.